Sziasztok! Eljött az adás, amire olyan sokan vártatok, és amit olyan sokan kértetek tőlem. Ahogy ígértem az előző adás végén, most be fogom mutatni azt, hogy milyen harcsázó wobblereim vannak. Egészen pontosan nem is az, hogy milyen harcsázó wobblereim vannak, hanem melyek azok a wobblerek, amiket harcsázásra használok kifejezetten. Tehát úgymond hordom magammal, amikor kifejezetten harcsára pergetek wobblerrel. Ugye ezt megígértem nektek az előző adás végén, valamint olyan sokan kértétek tőlem ezt, meg olyan sokan kérdezitek szinte heti rendszerességgel, főleg így nyáron, hogy milyen wobblerekkel dobálok, írjak konkrét márkákat, konkrét típusokat le, hogy úgy gondoltam, hogy ennek szentelek egy adást, és segítek azoknak a kezdő vagy középhaladó pergetőknek, akik nem annyira jártasak a harcsa pergetésben, hogy milyen wobblereket érdemes kipróbálni kifejezetten harcsára. Itt vannak velem a wobblerek, de még mielőtt belekezdenék, legalább két dolgot szeretnék rögtön az elején kiemelni, szeretnék amiről beszélni. Az egyik az az, hogy egyik sem kifejezetten jobb a másiknál, valamint nem fogossági sorrendben fogom bemutatni a wobblereket. Ez azt jelenti, hogy azok a wobblerek, amiket bemutatok, az mind olyan wobbler, amit én előszeretettel használok, egyiket sem tartom jobbnak a másiknál. Egyszerűen csak vannak bizonyos szituációk, amikor az egyiket használom, vannak bizonyos szituációk, amikor a másikat, mert adott helyzetekben, adott szituációkban az egyik jobb lehet a másiknál, de semmiféleképpen sem szeretnék fogósági sorrendet felállítani ezek közül, a csalik közül. Ez egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy ugye amikor kitaláltam ezt az adást, akkor ugye elkezdtem keresgélni, összegyűjtöttem egy pár képet és videót, amit én magam készítettem, ami ugye látszanak ezek a csalik, de sajnos nem sikerült minden egyes csaliról fényképet, illetve videót, anyagot találnom. Tehát vannak olyan csalik, amikre egyszerűen nem tudok mutatni képanyagot. Ez nem azt jelenti, hogy azok kevésbé fogósak, hanem az abban az adott helyzetben éppen nem készült fotó arról a harcsáról, vagy azokról a harcsákról, amiket fogtam vele, ezért nincs róla képem. Tehát nem fogósági sorrendben mutatom be a csalikat, és nem mindegyikről van sajnos képem, de az nem azt jelenti, hogy nem jó az adott csali. És még egy nagyon fontos dolog, csak és kizárólag olyan wobblert mutatok be, amivel már több harcsát sikerült fognom. Tehát csak is olyan wobbler kerül most itt bemutatásra, ami már többször bizonyított nekem, és többször eredményes voltam vele. Tehát nem olyan wobbler egy sem lesz itt, ami egy sem fog szerepelni, ami mondjuk véletlenül adott egy harcsát, mondjuk egy balinozás közben, vagy csukázás közben véletlenül beakadt egy harcsa, mert ilyen előfordul, hanem olyan wobblerek, amik már többször bizonyítottak, több harcsát fogtam velük, és ezért kifejezetten alkalmasnak tartom harcsapergetésre, tehát célzottan erre a műfajra is alkalmasnak tartom. No, hát legendás és nagy öreg csalikkal fogom kezdeni, aztán majd remélem tudok mutatni egy-két új érdekes dolgot is, amit talán nem mindenki ismer, vagy nem mindenki gondolná, hogy alkalmas harcsapergetésre. Az első ilyen legendás és jó öreg wobbler az a nem más, mint a Heddon Tadpole. Azon belül is én előnyben részesítem, hogy ennek van csörgős és silent, csendes verziója is. Én előnyben részesítem a csörgős verziót, tehát a Cluttered nevezeti csalit. És hát ezek a nagyobb verziói, ez a Magnum, Tadpole Magnum, vagy Magnum Tadpole. Ezek 9 centisek és kb. 15 grammosak, és még talán ennél is nagyobb fegyvertény, hogyha van az embernek a piciből, ami körülbelül 7,5 centi, és körülbelül 10 gram, de egy nagyon fogós wobbler. Hogy nem tudom, megpróbálom megmutatni a kamerának, hogy gyakorlatilag ez a wobbler ez nem fehér eredetileg, hanem ez a kék testű, piros terelő lemezű változat lenne, de egyszerűen lerágták róla a halak a festéket. Nagyon régóta megvan nekem, nagyon sokszor használom, és iszonyatosan sok halat fogott nekem, legfőképp harcsát. Ugye a Tadpole-val kapcsolatban az álláspont a mai pergetők között, én úgy veszem észre, hogy kicsit leírják, hogy már régi csali, elavult, nem annyira modern, de én úgy gondolom, hogy ami 10-15 évvel ezelőtt fogós volt, és akkor nagyon sok harcsát fogtunk vele, azt szerintem most is fogós, és valószínűleg most is nagyon szeretik a harcsát, nálam mindig van Tadpole. A következő szintén legendásnak mondható csalik, az nem más, mint a
The Producers nevezetű Barramundi Mauler. Most annak van többféle mérete, 4-es, 5-ös és 6-os méretben szokták használni a hazai pergetők. Én a 4-es és az 5-ös méretét használom. A 4-es mérete, az mutatom, ezek a kicsik. Ezek azt hiszem körülbelül 8 centisek lehetnek. Igen, ez 8 cm-es a kicsi, és 9 gram körülbelül, 9-10 gram, hát horgozástól függ, lehet, hogy inkább 10. És hát láthatni, hogy egy nagyon jó minó méretű ilyen kűsz méretű csali, imádják a harcsák. Ennél az egyen nagyobb, ami az 5-ös méret, ami már 11 cm-es ő a nagy. Ugye a 6-os az pedig 13 cm-es, de én azt nem használom, ugye ezek a nagyobbak, a 11 centisek, ezek is jól meg vannak már rágva. Ezek a nagyobbak, a 11 centisek, azok kb. 18-20 gram, ez is ugye a horgozástól függő, nem mutatom közelről. Szintén csörögnek, a két méret között van némi különbség, ez a nagyobb, ez a 11 centis, ez nem tudom hallani, sokkal erősebben csörög, a kicsi. Még úgyis, hogy nagyon rázom, még úgyis jóval halkabban csörög. És mozgásbeni különbség is van. A nagyobb nyilván intenzívebben mozog, a picinek pedig van egy jellegzetes ilyen oldalirányú villegése, még lassú bevontatásnál is, amikor nagyon szépen lágyan tud csörögni benne ez a pici golyó, vagy ezek a pici golyók. Szintén legendás harcsázó wobbler, imádják a hazai harcsák is. Szintén mindig velem van, nem maradtak ki a dobozomból. Vannak bizonyos szituációk, amikor nagyon jó. Sokszor mentette meg már a napunkat, amikor nem nagyon tudtunk harcsát fogni. A következő legendás csali az egy másik dobozomban van, így van. Ez a Storm. Nyilván ott csak összeakadnak a morgok. Tehát a Storm cégnek a Wigglewort nevezetű csalia, Wigglewort és Subwort. Ezek 5 centis kis krenkek, ami a Wigglewort névre hallgató, annak elég nagy csőre van. Szintén csörög. Tehát elég nagy csőre van a testéhez képest. Méretőr akár 3-3,5 méter is lemegy a gyártó szerint. Tehát a mélyebb vizek meghorgászásának egy kiváló eszköze lehet ez a csali. A Subwort, amiből most nem tudok mutatni, az ennek ugye a Shallow Runner változata, tehát a sekélyen járó változata, az nem is megy a víz felszín alá körülbelül 30 centire talán, tehát az inkább egy végcsali, de szintén legendásnak mondható, a hazai pergetők is előszeretettel használják harcsára. Én nem csak a Subwortot, hanem ugye a méretörő változatát is használom, ezzel is fogtam már szépen a harcsákat, különösen akkor, amikor valamiért mélyebben tartózkodnak, nem állnak fel annyira a felszínre, akkor nem a Subwort fog működni, hanem ez a méretörő ducikrenk. Nagyon intenzív mozgása van, és mondom még egyszer, amikor valamiért nincsenek annyira a felszínen a harik, hanem kicsit mélyebben keressük őket, akkor egy nagyon jó fegyver lehet ez a méretörő picikrenk. Például mondjuk egy holdfényes éjszakán, amikor még teli hold van, és akkor kicsit mélyebben akarjuk keresni a harcsákat. A következő wobbler szintén nem egy túl modern darab, egy elég régi, tradicionális, mondható, régóta a piacon lévő crank wobbler, ez pedig a Bomber Fat A nevezeti wobbler. Ennek van 6-os és 5-ös verziója, ez a 6-os. Ez körülbelül 6 cm-es, igen. Az 5-ös, ami egy picivel kisebb ennél, az 5 centi, ez a 6-os, ez pedig körülbelül 5,7 cm hosszú. Látod, hogy ezek a méretörő változatok, ezek is nagyon, nagyon szépen lehúzhatók mélyre, szintén a hasonló szituációban, amikor mondjuk a Wigglewortot használnánk, a méretörőt, tehát mondjuk egy picit mélyebben akarjuk keresni a harcsát. Ez a 6-os méretű bomber egyébként lemegy körülbelül 2,5 méter mélyre, szintén csörgős. Már most jön mellett egy motorosnak, lehet, hogy nem halljátok, de és nagyon jó színekben van, például ez a rák imitáció. Ezzel még elmegy a motorcsónak. Hát elment végre ez a motorcsónak, motoros hajó.
majdnem daborította itt a drága wobblereimet a vízbe. Na tehát ugye a Fett A, Bomber Fett A-nál jártam, és egy nagyon jó színekben lehet beszerezni. Például ez a rák színű, próbálom így közel vinni. Ezt én nem csak partdobálós éjszakai felgetésnél használom, hanem nappal is előszeretettel használom. Áradásban, még mindig jön a hullámzás, áradásban például, hogyha nappal akarom megpróbálni a sáros vízben a halcsát, akkor egy nagyon jó megoldás lehet, hiszen nem egy 2,5 méter mélyre, azért inkább azokon a napokon hiába sáros a víz, azért amikor magasan van a nap, tehát süt a nap, akkor nem fog annyira felállni a felszínre nappal, viszont ugyanúgy ott van a part szélén, hiszen kitolja ugye a táplálékhalakat a víznek a sodrása, ilyenkor érdemesebb kicsit méretörő wobblerekkel horgászni, és ugye a Wiggle Wort is, a méretörő Storm Wiggle Wort is jó lehet, valamint a Bomber Fett A, ami mondom még egyszer, kb. 2,5 méter mélyre megy, szépen csörög, és nagyon jól fogja a halcsát, de nem csak partdobálásnál, nem csak áradásban, hanem medertárgetésre is alkalmas, például ez a rák színű, mondjuk lesúlyozott, ólommal lesúlyozott hosszú előkén medelkopogtatásra is kiváló, benézi a harcsa. Akár azt mindegy, hogy ráknak hiszi, vagy táplálékhalnak, de medelpergetésre is kiváló. Következő csali, hogy maradjunk a Bomber cégnél. Ez a Bomber 6A nevezeti csali, Model A. Szintén egy nagyon hagyományos crank Amerikából. Bocsánat, ez egy Rebel, nem is jól mutatok. Itt van a másik 6A, tehát Bomber 6A. Szintén egy nagyon jó kis crank csali. 4-6 lábra megy rá, ami azt jelenti, azt lehet mondani, hogy elég nagy csőre van, de ez a 4-6 láb, ez kb. 1,2 méter és 1,8 méter, tehát annyira nem megy mélyre, az agya a méretéből is adódik, ez egy elég pici csali, megmutatom mellette az előzőt, ugye a Fett A-t. A Fett A azért ez egy nagyobb, egy masszívabb csali, meg ugye sokkal ducibb is, tehát ez igazi duci crank jellegű. Ez a Model 6A, vagy Model A, annak ugye a 6-os verziója, ez egy picit nyújtottabb, nem annyira zömök, nem annyira duci, de szintén nekem nagyon jól bevált. És ugye a méretéből adódóan nagyon szépen, nagyon szép mozgása van lassú bevontatásnál is, és a méretéből adódóan akkor lehet igazán nagy fegyver halcsapergetésre, amikor a kisebb csali halakat eszik a halcsák, és egy picivel mélyebben, tehát nem annyira a felszínen. Nyilván mivel, hogyha nagyon a felszínen mozog a halcsa, akkor inkább választunk egy olyan wobblert, ami mondjuk 30 centire megy a felszín alá, például szab volt. Ő azért, hogy az, hogy 1,2 méter, 1,8 méter mélyre lemegy, ő egy picivel mélyebben járó, viszont picike, nagyon jó mozgása van, jól dobható, és megmutatom, ez is csörög. Viszont ennek a csörgése nem is annyira csörgés, hanem inkább kopogás, remélem, hogy át tudja adni a kamera. Egyetlen egy masszív golyó van benne, és így kopog. Imádja a harcsa. A következő wobbler az szintén egy bomber, íme, ez a 8A long, vagy 8A, úgyis szoktak rá utána, hogy deep long 8A, mert egy egészen nagy csőrrel rendelkezik, és ugye ez 8 cm hosszú, elég jó súlya van, kb. 18-19 g, még felhorgozva lehet, hogy 20 g, és ugye az, ahogy képbe veszi az ember, rögtön ugye megránszta, és hallani, hogy nagyon jó lágcsörgés van, ami abból alkalmas lehet halcsapergetésre, de még ha kipróbáljuk és meg is húzzuk a vízbe, akkor meg fogjuk látni azt az egészen elképesztő, széles, nagy kitérésű veretését. Mert nagyon lassan húzom, akkor is nagyon szépen ilyen igazán nagy kitérő mozgása van, ami szintén remek ugye halcsapergetésre. Ha megnézitek ezt is, nagyon alaposan meg van rágva, maradjunk annyiban, hogy nagyon sok harcsát fogott már nekem, nem akarok számokat mondani. Sajnálatos dolog egyébként viszont, hogy ugye nyilván ez sem, mint az előbb bemutatott bomberek sem, a Fett A sem és a Model A sem harcsapergetésre van kitalálva. Nyilván ugye amerikai csalik ezek is, mint olyan sok minden más, fekete sügélyre vannak
tervezve, ebből kiindulva a felépítése sem kifejezetten alkalmas harcsapergetésre. A műanyag test a strapabíró, látjátok is, szét van rágva, de bírja a strapát. Viszont ami probléma lehet egy nagyobb harcsánál, én ezzel a wobblerrel fogtam már kb. 15 kilós harcsát, ami már egy elég nagy. Tehát a 15 kilós harcs az már elég komoly trükköket tud csinálni, azt meg tudtam vele fogni még, de lenne az a harcsa, ami meg tudná alázni ezt a wobblert, mégpedig azért, mert nincs benne végigvezetve a drót, nem tudom, ezt lehet, nem fogom tudni megmutatni, de higgyétek el nekem, hogy a csőrébe bele van olvasztva, vagy bele van öntve a, hát az a beakasztó fül, ahol ugye meg tudod akasztani. És hát ez nem egy életbiztosítás, maradjunk annyiba. Tehát egy nagyobb harcsa vagy kitépi innen a csőrből a beakasztó fület, vagy hát az is lehet, hogy mondjuk a horgot tépi ki a testből. Szerencsére eddig nem volt ilyen problémám, meglepően masszív, de még egyszer mondom, nem kifejezetten harcsapergetés lehet kitalálva, mint ahogy az előbb bemutatott bomberek sem. Ezt ugye figyelembe kell venni, hogyha használjuk. Tehát most, hogy elment egy újabb motorcsónak, folytatjuk a harcsás wobblerek sorát. A következő alany szintén egy legendás csali, Rapala Jointed, ugye Rapala J11 és J13. Van, aki a J9-et is használja. Én ezt a két méretet használom igazából a harcsára. A J11 az körülbelül 10-11 gram, a J13 pedig 20 gram körül van, tehát horgozástól meg karikáktól függően. Tehát ő egy nagyon jól dobható, ez 20 gram azért azt már nagyon szépen el lehet dobni, de egyébként a kisebbet is, ami szintén egy jól dobható műcsali. Ugye ők már két részesek. Hát mit lehetne róluk elmondani? Azt lehet róluk elmondani, hogy különösen a J11-re igaz, hogy nagyon-nagyon felszín közelében mozog. Tehát főleg, hogyha az ember lassan húzza a harcsát, akkor szinte alig megy a víz felszíne alá. Van neki ez a kígyózó mozgás, amit szeret a harcsa. Kifejezetten ajánlom, akkor, amikor felszínen rabol, illetve kűszíváson, vagy amikor sok kűsz van a víz tetején. Ivadékvonuláson is szoktam használni ezt is, meg majd még mondom még, hogy melyiket. A J13 az ugye 13 centi, ő egy picit nagyobb csali, és mélyebbre is tud menni, tehát már nem felszíni, mint a J11. Ő egy univerzálisabb fegyver, tehát partdobálásra is alkalmas arra is, ha mondjuk nappal horgászunk áradásban, nappal dobáljuk a partot, mert azért elég jó mélyre behúzható, és hát nagyon szereti a harcsa. Nem is nagyon kell róla mit mondani, hiszen még a mai napig nagyon sokan használják, és nagyon sokan fogják is fel a harcsát. Az idei áradásban és a tavalyi áradásban is én több-több olyan harcsát tudok a Tiszató környékén, ami ezen a J13-on veszett rajta, tehát ezzel ejtették el őket, jó harcsákat, komoly harcsákat, nappal is. Úgyhogy hát nem is mondok róluk többet. Helyük van a dobozunkban. A következő csali szintén egy két részes csali, mint ugye az elébb a Rapala J11 és J13. Ez pedig a Salmo Frisky. Közben megint jön egy hajó. Vízisijelnek, de jó. Ennek van SR és DR változata. Az SR az Shallow Runner, tehát ez a törtcsőrű változat, ami sekélyjáró. A DR pedig a Deep Runner, a mélyre törő változata. 7 centi, körülbelül 9 gram, és akkor folytatom, ha elmegy a hajó. Elment ez a hajó is, majdnem szintén beborított. Tehát ugye Frisky, Salmo Frisky, ahogy mondtam, 7 cm, körülbelül 9 gram. Van tehát méretörő és sekélyenjáró változata. A sekélyenjáró az ugye SR feliratú, tehát Shallow Runner, ez a törtcsőrű, a DR, a Deep Runner, az pedig ugye a méretörő változata. Akkor használom leginkább, ugye ahogy mondtam is, ahogy mikor például a J11-et is, tehát kűszíváson vagy ivadékvonuláson, ahol sok pici hal van a víz tetején, jellemzően kűsz, akkor nagyon jó tud lenni ez a csali is, mint ahogy a J11. Nagyon szép kígyózó mozgása van, azt lehet mondani gyakorlatilag, hogy még jobb a mozgása, mint a J11-nek,
mert nagyon lassú bevontatás mellett is nagyon-nagyon szépen kígyózik. Éppen ezért én még lehet többször is veszem elő, mint mondjuk egy E11-et, és ez már egy masszív konstrukció. Az én ezt a kifejezett darabot úgy horgoztam föl, hogy a hasi horog az egy picit nagyobb, a második részén lévő horog pedig egy picit kisebb, és így azt veszem észre, hogy semmit nem butult a mozgása. Igen, azt nem mondtam el az elején, hogy minden csalit át kell horgozni. Le kell cserélni a horgokat, le kell cserélni a kulcskarikákat, mert úgyis el fogja törni a harcsa, úgyis ki fogja hajtani a horgodat, úgyis ki fogja hajtani a karikádat. Például a szalmú esetében is, ezek nem olyan horgokkal jönnek, amik alkalmasak harcsapergetésre. Le kell cserélni Predatec kulcskarikára, és ugye Owner vagy VMC horgokra ezeket a horgokat. Még a VMC is, például ez, ami nem egy kifejezetten nehéz horog, de ugye a háromszoros erősségű VMC horgot is ki tudja hajtani egy jobb harcsa, de mégis sokkal nagyobb esélyed van megfogni, mint a gyári horoggal. Ezért le kell cserélni a horgokat. Ugyanígy a Rapalán is, ugyanúgy a Stormon, a Bomber csalikon, amiket eddig bemutattam, mindegyiken, mindegyik horogcserés, mindegyiket le kell cserélni kivétel nélkül, vagy Owner, vagy pedig VMC horgokra. És a kulcskarikákat is. No, menjünk tovább, hát ha nem jön most egy hajó egy ideig. A következő csalik azok már hazai gyártó, ugye eddig amiket bemutattunk, az mind külföldi gyártmány volt. A következő csali az a Matsupurik. És megkérdeztem a gyártóját ennek a csalinak, Márkus Ottót, hogy kell kimondani. Ugye én már ezeket a csalikat évek óta használom és nagyon szeretem őket. És a tavaly előtti éjszakai harcsapergetős filmben már be is mutattam őket. Akkor még csak tippeltem, hogy jól mondom-e ki, de megkérdeztem Ottót, hogy jól mondom-e ki, és azt mondta, hogy így van, jól mondom ki, tehát Matsupuri. És ezek közül is, ugye, én leginkább a Small Wobbly nevezeti wobblert szeretem. Ha mindjárt, hogyha sikerül kigaboznom, akkor meg tudom mutatni. Ő a Small Wobbly. Hát ilyen sekélyen járó csali. Láthatjátok, hogy ezen még egy kis farok is van, ez gyárilag így készíti Ottó. Van rajta ez a farok, nagyon-nagyon szép, nagy kitérősi mozgása van. Látjuk, hogy a terelőlemez szinte merőleges, tehát nagyon a tetején jön a víznek, gyakorlatilag borzolja a víz tetejét, ahogy lassan húzod, és iszonyatosan szép, nagy kitérősi mozgása van. A farok pedig még rátesz erre a mozgásra, még jobban kacsázik a test mögött. Erről a másikról én már azért leszettem ezt a farkat, mert viszont az előfordul sajnos, hogy összeakad. Tehát, hogy itt a horog akad a farokba, vagy stb. És nekem van egy verzióm, amikor nincs rajta a farok, hanem egy másikon pedig hogy rajta van a farok. Egyébként ennek is szuper a mozgása, nem kell hozzá feltétlenül a farkat. Használja egyébként, aki le akarja szedni, nagyon egyszerű, mert egy kulcskarikával van rögzítve. Tehát bármikor, hogyha túl sokszor összeakad, vagy felakad a farokra a horog, akkor egyszerűen a kulcskarikával levesszük, és akkor már is ugye dobhatjuk, így viszont nem fog összeakadni sose. Szintén csörgős verzió, szépen húzzuk a tetején, és szépen adja le a rezgéseket, imádják a harik. Ez a Small Wobbly. A másik típusok, amiket használok, az a Small Duck és a Small Frog. Jaj. Tehát a Small Duck és a Small Frog. Ezek a Small Duck csalik. Ott is van a felirat, hogy Matsupuri. Viszont a Small Wobblet is megmutatom közelről. Nagyon szépen megcsinálja őket az Ottó. Tehát a Small Duck. Ezeken van egy kis csengő is, de szintén ugyanúgy, ahogy a Small Wobblinál a farkat le lehet venni, ugyanúgy ezt a csengőt is lehet venni. Tehát akit zavar, hogy ne csörögjön, itt a szépen le tudja, a kulcskarikával le lehet akasztani. Itt is van egy másik, ezen még rajta van a csengő, de éppen nincs rajta horog. Tehát még egyszer mondom, a Matsupuriból én a Small Wobbly, a Small Frog és a Small Duckot használom, és nekem nagyon beváltak, amikor felszín közelében keresem a harcsát. Ha sok felszíni aktivitás van, azt látjuk, hogy a felszínen rabol, akkor ezeket a wobblereket érdemes húzni, mert imádják a harcsát.
Még annyit elmondanék a Small Wobbler-ről, ami nekem a kedvenc macukurim, hogy elég jó nagy a súlya. Tehát ez kb. 22-23 gram, hogyha nem tévedek, ez a Small Wobbler. Így van, 20-22 gram, és ugye 7 cm, tehát egy viszonylag pici kecsali. Látjuk a tenyerem, hogy is egy nagyon-nagyon nagyon jól eltalált, jó a mérete, nem túl nagy csali, nagyon jó mozgása van, jól dobható, mert ugye 22 gram. Hát így igazi remek mű annak, aki szeret mondjuk egérúszáson horgászni. Ugye most itt van az augusztus, a szeptember, indulnak az aratások, úsznak az egerek át a rétről, egyik oldalról a másikra. Próbáljátok ki a macupori Small Wobbler-t, csak ajánlani tudom. Menjünk tovább. A következő csali, szintén egy amerikai csali, mégpedig a Rebel. A Rebel VR nevezeti csali. Most én ebből több méretet is tartok. A kicsik azok 5 cm-esek. Először mutatom a kicsiket. És van belőle sekélyre is méretörő változat. Ugye itt van a sekélyen járó változat. Közben egy szúnyog rászáll a kamerára. Tehát itt van a sekélyen járó, látjuk, és itt van a méretörő, a nagy csőrű. Tehát a Rebel VR, ezek 5 centis csalik, a sekélyen járó az, nem tudom, talán ha 1 méterre lemegy, de még lehet annyira se. Szintén csörög, tehát egy nagyon, jó, nagyon picike csali, nagyon jó csali lehet, hogyha a kicsi halakat eszi a felszín közelében. Ha egy picit mélyebbre akarunk menni, akkor itt van a méretörő változat, ami szintén csörög. És még, hogyha még mélyebbre akarunk menni, a következő méret az 7,5 centis. Ezt már viszont én mederpergetésre használom többet, nem inkább annyira pardobálásra, hanem amikor a mederbe húzom és a mederbe keresem a harcsát. Tehát ez kb. 7,5 centi. Nem nagyon tudok videózni ettől a sok sporthajó, talán van ilyen egy hajó is be akar borítani. Tehát, ő már egy igazi nagy ágyú. Körülbelül 7,5 cm, jó nehéz, talán 38 g vagy valami hasonló, tehát egy tényleg nagyon jól dobható csali. Pardobálásnál is használhatjuk, vagy például nappal áradásban is dobhatjuk a partot vele, de mondom még egyszer, lesúlyozva, mederpergetésre is kiváló. Szintén van hangja. Jó erős kopogó hangja van. Persze, ugye lassan húzzuk, akkor csak ilyen nagyon lágy, szép kopogása lesz. Hát igen, ami a gyenge pontja neki is, hogy szintén nem harcsára lett kitalálva. Emiatt nincs végig drótozva, itt is megfigyelhető az, ami a bombereknél is ugye megfigyelhető volt, hogy csak bele van ebbe a nagy terelőlemezbe, csak bele van öntve a beakasztó fül. Hát igen, ráadásul csavaros, ha jól látom. Egy nagyobb harcsa valószínűleg ezt is meggyalázná. De el tud érni olyan mélységeket, amiket más wobblerrel nem tudunk elérni. De még gyorsan bemutatok még egy hazai gyártót, ami nem más, mint a Blasi wobblerek. A Blasi Mall az, amit én használok. Ezek silent modellek, nincs benne csörgő. Van ugye a Shallow Runner verzió itt is, ugye, aminek ez a picike kis majdnem merőleges csőre van, és van a méretörő változat. Ez 8 centis, ez a pici wobbler. Ugye van a B Mall, ami egy nagyobb, a hosszabbik verzió, ez a sima Blasi Mall, ez 8 cm-es, és hát mivel két részes wobbler, nyilván ugye egy nagyon intenzív, nagyon jó mozgású wobbler, és azt lehet még elmondani róluk, hogy jól is dobható, hiszen a kisebbik verzió, a sekélyletörő, a sekélyen járó verzió is 18-20 gram körülbelül, közben puskázok a telefonból, de igen. Igen, tehát azt lehet mondani, hogy 18-20 gram körüliek. Ami a jó dolog ebben, hogy ugye hazai gyártmány, és a gyártó kifejezetten harcsára gyártja, tehát ezeken nem kell horogcserét végrehajtani, ez így, hogy kivesszük a dobozból, alkalmas a harcsapergetésre, jó minőségű kulcskarikákkal, jó minőségű erős horgokkal, szintén
kell, hogy legyen a dobozban egy ilyen. Kezd egy picit elgurulni a gyógyszerem, megmondom őszintén ettől a hajóforgalomtól, úgyhogy meg kell most már rövidre fogni a dolgot, mert már nem túl keresztényi szavak adják el a számat. Akkor minél rövidebbre fogni a magyarázatot, mert egyszerűen nincs maradásom a vizen, a motorcsónakoknak köszönhetően. No, hol jártunk? Puskázok megint. Mit akarok még mondani? Hát egy újabb legendás, két legendás Foblert szeretnék bemutatni. Nem biztos, hogy annyira legendás mondjuk, mint a Heddon vagy a Barramundi, de harcsás körökben jól ismert és kedvelt Woblerek. Ez pedig a Predatec cég Woblerei. Nagyon sokféle típus gyárt a Predatec is. Én kettőt használok igazából, amit szeretek. Az egyik az a Woomera. Woomera 90. Ez körülbelül 9 cm-es, de lehet, hogy picit rövidebb. És a Spoonbill. A Spoonbill, az pedig ugye Spoonbill 85, tehát olyan 8,5 cm körül lehet a Wobbler. És a Spoonbill az egy ilyen, hát egy ilyen jellegtelenebb alak, a Woomerának van egy érdekes alakja, de mindkettő nagyon jó és mindkettő bevált. Mindkettő kifejezetten méretű, a gyártó szerint eléri akár a 4,5 méter mélységet is ez a Wobbler. És amit látjuk, ő is alaposan meg van már harapdálva. Nagyon sok harcsát fogtam már velük. Ami az érdekesség ebben az esetben is, hogy ő iszonyatosan erős Wobblerek, ugye Ausztráliában készülnek, ha jól tudom, és olyan halakra készülnek, amik nagyon komoly erővel rendelkeznek, tehát egy nagyon jól összerakott, nagyon erős, masszív Wobbler. Ami érdekessége mégis a dolognak, hogy szintén az a megoldás van, ami az amerikai műsoriknál is látható volt. A csőrbe van beleolvasztva a beakasztó fül. Megint egy nem túl megnyugtató megoldás, ráadásul mozog is. Akkor ezt fogjátok el látni. Van egy kis mozgása is ennek a beakasztónak. Tehát nem tűnik túl strapabírónak, de egyébként mégis azt lehet mondani, hogy az, fogtam már ezekkel a csalikkal is 20 kg körüli harcsát, 20 kg, 18-20 kg-os harcsát, és bírta. Hát lehet, van az a harcsa, amit tönkre tudná tenni, de úgy gondolom, hogy szintén helyük van a dobozomban, hiszen nagyon sok szép bajszost fogtam már velük. Covemaster Spider nevezeti Wobblerek. Stefan Kovács gyártja őket, és van 9 és 11 cm-es változat, ezek olyan kétrészes Wobblerek. Ők a nagyobbak, a 11 cm-esek, és ő a kisebb. Ebből is kettő van, hogyha netán elhagynám, ők a kisebbek, lehet látni a különbséget. A kisebbeket szintén, mindegyik ugye shallow runner változat, tehát viszonylag vízfelszín alatt sekélyen vezethető kétrészes Wobblerek, nagyon jó intenzív mozgás van. Még azt lehet mondani, hogy talán jobb is, mint mondjuk egy J11J, vagy J9, vagy J11J. Jól bírja a nehezebb horgozat, hogy ezt is áthorgozom nyilván. És a kisebbeket, a 9 centist szintén ivadékvonuláson, kűszíváson használom, amikor nagyon sok kűsz van a víz tetején. A nagyobbak pedig szintén univerzálisan használhatók bármilyen áradásban, partdobós szituációban, mint például a J13 is. Viszont nem megy olyan mélyre, mint a J13. Ismét egy nem nagy manufaktúra által, hanem egy hazai gyártó Wobbler, a legendásnak mondható Cservik. Tehát ugye a Cservikről beszéltem. Ugye ezeket a Wobblereket ugye a Nacsa Gabi gyártja most, ő karolta fel a Cserviket, és hát az új mágnes azt gondolom, hogy tovább tudja vinni azt, amit a legendás eredeti mágnes ugye megalapozott. Ez ami mindig a hullámzás mozgat minket, azért mozog a kamera.
nagyon jó minőségben, nagyon szép kivitelezésben, nagyon szép, szépen festett, erős. Azt mondani, hogy az eredetinél nyilván erősebb csalik készülnek. Tehát ugye a mágnes 7 cm, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó intenzív mozgása van, és fogja a harcsát, de amit elvárunk tőle, azt maximálisan teljesíti. Ők nem mennek túl mélyre, viszont ugye az alakjából és ugye a formájából kiadódóan egy egészen másfajta veretés, egy egészen másfajta akciója van a víz alatt, mint mondjuk a vékonyabb, akár a J11-nek, akár a Covemaster Spider-nek, vagy a Salmo Frisky-nek, tehát egy masszív, egy zömök alak, nagyon komoly, intenzív veretéssel, tehát én úgy gondolom, hogy olyan táplálékhal begyomását kelti a harcsa a harcsában, ami azért egy komolyabb méretű keszeg, tehát egy tenyeres, kis tenyeres méretű, akár kalika keszeg, akár dévér, akár kárász, ami a vízfelszín közelébe mozog. Ennek megfelelően a mágnest azt nem kifejezetten akkor kell használni, amikor mondjuk sok kűz van a víz tetején, akkor nem biztos, hogy ez a legjobb csali a harcs ellen, de ha mondjuk találunk egy keszegívást, egy karika keszegívást, egy dévér keszegívást, ahol ugye nagyobb testű halak vannak, ott nagyon jól lehet a mágnes, valamint univerzálisan úgy unblock egy nyári áradásban érdemes, én úgy gondolom, a mágnes dobni, és ha már cservi, akkor nem mehetünk el ugye a másik remek és legendás cservi wobbler mellett, ami nem más, mint a Hamax Duo, meg is van. Nekem ugye van egy limitált darab, ami a 6-os, ugye számozott darabot kaptam a Gabitól az egyik kiállításon. Tehát Hamax Duo, szintén elképesztően strapabíró és erős, is már adtam neki bőven, nagyon-nagyon komoly erőhatásokat bírt ki már, amióta nálam van ez a wobbler. Sajnos igazán nagy harcsát még nem fogtam vele, viszont számos kisebbet fogtam, 4-5 kg körüli harcsákat. Én úgy gondolom, hogy a konstrukció miatt nem okozna neki problémát egy nagyobb harcsa megfogása. Szintén viszonylag a víz tetején megy, tehát a felső vízoszlopban, a felszín közelében húzható csali. Ugye ő kétrészes, egy nagyon, nagyon jó kígyózó, vagy az intenzív kétrészes wobblerekre jellemző mozgása van. Ami viszont egyedi az ő esetében, nincs benne semmiféle csörgőtető, egy silent wobbler, viszont ha majd vesztek egy ilyet és kipróbáljátok, akkor nagyon jellegzetes kopogása van. A teste egyszerűen egy olyan jellegzetes kopogó hangot ad le, ahogy húzod a vízen, ezt most nem tudom nektek bemutatni, de higgyétek el nekem, hogy kifejezetten hangosan tud kopogni, főleg, hogy picit gyorsabban húzzátok. Tehát van hangja a wobblernek, amit imádnak a harcsák, tehát nem csak a mozgása, hanem itt is úgy gondolom, nem csak a mozgás az, ami kivételesen jó és alkalmas harcsa pergetésre, hanem a wobbler által leadott hang is, ami szintén fontos. Jó, a következő csalink az szintén egy olyan wobbler, amit nagyon sokan használnak. Nem csak idehaza, de külföldön is nagyon sokan dobják harcsára. Ez a Duel LC66. Ez kb. 6 centis wobbler. Ugye az LC az long cast nevezetet, így van. Tehát short tail, long cast, shallow. Ez a shallow, tehát a sekélyen járó, vagy nem túl mélyre törő változat. Hát itt is lehet látni, hogy alaposan meg van harapdálva már. Ő is fogott már egy jó pár harcsát. Fogott már egy jó pár harcsát nekem. Alaposan meg van harapdálva. Lehet látni. Hát igazából, hogy milyen szituációra ajánlom, szintén egy univerzálisan használható wobbler. Egyszerű áradásban, vagy valamilyen keszegívás környékén, például karika keszeg, stb. Folytassuk a sort egy minó jellegű wobblerrel. Ő az Abu Tormentor, Abu Garcia Tormentor. Hát szintén egy régi csali, ezért sokan valószínűleg nem is keresik, vagy nem is vennék meg, mert hogy
már ez is divatja múlt mondván, de szintén szereti a harcsa. Ő egyébként, amit én most fogok, ő a 11 cm-es változat. Nem tudom, rá zoomol-e. De 110 mm 11 cm-es változat, de van neki kisebb 9 cm-es változata is, nekem a feleségemnek van egy olyan, amivel nagyon-nagyon szépen tud harcsát fogni egyébként adott szituációkban. Itt is elmondható az, ami a Predatec esetében, nem a Predatec, ami a balra mondjuk esetében, hogy a kisebbnek egy picit másabb a mozgása, mint a nagyobb verziónak. De a balra mondinál is a kisebbnek van egy ilyen billegése, a nagyobb az meg sokkal intenzívebb. Itt is elmondható, hogy ez a nagyobb verzió, 110 mm-esnek van egy ilyen szélesített trapéz alakú csőre, és sokkal intenzívebb, nagyobb kitérési mozgása van a kisebbnek, a 9 centisnek. Egy finomabb, ugyanakkor ilyen rolling jellegű billegése van, amit szintén nagyon szeret a harcsa. Ugye a mozgásából és az alakjából kiindulva inkább ezt is olyan szituációban érdemes dobni, amikor mondjuk kűszök vannak a vízszetején. Még egy wobbleről szeretnék mondani nektek egy pár szót. Gondolkoztam is, hogy bemutassam, mert nagyon sok ideig ez titok volt. Nálam jóval nagyobb pergető horgászok is éveken át titkolták, meg nem, hát nem biztos, hogy feltétlenül titkolták, de nem verték nagy dobra, hogy ezzel a wobblerrel fogják a harcsát, és én magam se. Én is évekig nem vertem nagy dobra, de már a tavalyi filmben is a szemfélesek láthatták, a tavalyi éjszakai harcsapergetés filmben. Ez pedig nem más, mint a Savage Gear Larvae 75, tehát a 7 centis Savage Gear lárva, ami iszonyatosan jó csali, és a harcsa is imádja a mozgását, az, hogy ilyen kígyózó mozgása van, hogy vannak benne azok a csörgők, amik pont úgy csörögnek abban, hogy kell neki. Lehet, nagyon lassan lehet húzni, akkor is nagyon szépen mozog. Viszont van egy nagy hibája, hogy ez sem harcsázással lett kitalálva, ezért széttörik, felemésztik, darabokra szedik. Ugye nekem is már csak ilyen darabok vannak, de nem erre lett kitalálva, nem ehhez az igénybevételhez készülnek. Hiába nagyon-nagyon jó csali, és nagyon-nagyon jó harcsára. Hát, a nagyobb, nem csak a nagyobb harcsák, a kisebbek is, tehát a 3-4 kilós harcsák is képesek tönkretenni. Emiatt persze tök jó, mert jó, jól működik, és szereti a harcsa, de azt ugye észbe kell tartani, hogyha mondjuk életed, halált megakasztod vele, akkor annak szinte 100%, hogy búcsút mondhatsz, mert hogyha egy 3-4 kilós harcsa tönkre tudja tenni, akkor nyilván egy nagy is. Bármilyen jó csali, sajnos nem harcsázásra lett kitalálva, és ennek megfelelően benne van a dologban, hogy széttöri, és mint ahogy nekem is, ugye már csak ilyen darabok vannak, mert hogy volt több is, csak mindegyik így áll. Mert már most nem jött körém hajó, vagy legalább három perce nem mentem be a motorcsónak, aminek elképesztően örülök. De még mielőtt befejezném az adást, gyorsan bemutatnék még egy méretörő wobbler, ez pedig a Salmo Hornet. A Salmo Hornet, ez a kisebbik, ez a Rattling Hornet nevezeti verzió, tehát ő csörög is, Rattling Hornet. Körülbelül, nem is tudom, 6 centi, 7 centi. Van a 7,5 centis Rebel VR mellett. Hát igen, körülbelül 7 centis lehet ez a változat. A Rattling Hornet, ez pedig ugye a 9 centis változat, ebből szoktam használni ezeket a tipikus, a szalmónál tipikus ilyen harcsásnak mondott színeket, például a vöröset, de van élethű színem is. A 9 centissel is fogtam már harcsát, de amilyen nagynak tűnik, még olyan nagy harcsát nem fogott, de úgy gondolom, hogy szintén ugye, mint amit már elmondtam, ugye a Cservi esetén is egy nagyon masszív, erős konstrukció, ez a szalmóra is abszolút igaz, végig van vezetve a drót a testben, a beakasztófülne is látszik, hogy a terelőlemez alatt fut a drót végig, tehát elpusztíthatatlan wobblernek tartom, úgy gondolom, hogy ha fog fogni nagy harcsát, ha akad rá nagy harcsa, akkor azt meg is fogja fogni, nem lesz vele probléma. A kicsivel több harcsát fogtam, ezt egy nagyon jó méretnek tartom, ezt a 7 centist, és nem csak pardobálásnál, hanem mederpergetésre is, ugye lesúlyozva vagy
ólommal lesújtva, kidobálva mederben húzni, kopogtatni a medret vele, vagy akár ugye holdfényes éjszakán áradásban partot dobni, vagy nappal áradásban partot dobni szintén, egy kicsit mélyebben akarunk keresgélni, ez jó mélyre tör ez a fobler. Nagyon gyorsan bukik, nagyon mélyre, ami nagyon jó tulajdonság, amikor kidobod a foblert a bokor elé, és azt akarod, hogy minél hamarabb mélyebbre kerüljön, hogy már ott a bokor előtt is ne a víz tetején járjon a foblar, hanem rögtön menjen mélyre, ez a foblar, ez tényleg ez rögtön bukik a víz alá, rögtön mélyre tör. Ha egy picit gyorsabban megintod, akkor aztán nagyon hirtelen lemegy méterekre, de a nagyon jó tulajdonság, hogy nagyon lassú bevontatásnál is nagyon intenzíven veret, ami ugye kulcsfontosságú a harcsázó foblerek esetében. Tehát ugye a Salmo Hornettel zárom a sort, és még azt azért szeretném elmondani, villámgyorsan elmondom, hogy ugye itt bemutattam nektek egy nagyon sokféle foblert, de nyilván ez nem azt jelenti, hogy csak ezeket dobom, vagy csak ezeket használom. Ezek azok a foblerek, amik rendszeresen bevetésre kerülnek, mert már nagyon sok harcsát fogtak nekem. De mindig kipróbálok újabbakat és újabbakat, és próbálok újítani, új foblereket találni, amik alkalmasak harcsapergetésre, és ezt javaslom nektek is. Ne ragadjatok le csak amellett, amiket én mondtam, vagy amiket mások mondanak. Próbáljátok ki a foblereket, húzzátok meg a vízben, nézzétek, hogy hogy mozog, ha intenzív, széles kitérési mozgása van, esetleg van benne egy kis finom csörgő, vagy egy kopogó hangot adó gyöngy. Úgy gondoljátok, hogy alkalmas lehet harcsapergetésre, vagy annyira tetszik a mozgása, egy nagyon szép imbolygó mozgás van, szerintetek megenni a harcsa, tudjátok jó lassan húzni, akkor próbáljátok meg. Próbáljátok ki harcsára, mert nem csak ezek a foblerek működnek, hanem tényleg érdemes kísérletezni, és én is ezt teszem. Mutatok is egy pár olyat, amit én szintén dobok harcsára. És itt olyan foblerek is szóba jöttnek, ami alapján mondjuk márkátlan, vagy no-name foblerek, nincs különösebb márkájuk. Azt javaslom, hogy próbáljátok ki, ha úgy gondoljátok egy wobblerről, hogy jó a mozgása, alkalmas lehet harcsapergetés, akkor vigyétek ki éjszaka, próbáljátok ki, dobjatok vele egy párat, mert bizony találhattak olyan wobblert, ami nagyon jól fogja a harcsát, és mondjuk nem sok ember tud róla, de nagyon jól működik. És ezek lehetnek akár no-name wobblerek, és úgynevezett no-name, hogy nem nagy márkák wobblerei, tehát nem csak a Rapala, a Salmo, meg ezekben a cégekben kell gondolkodni, hanem kisebb cégekben is, vagy kisebb manufaktúrákban, kisebb gyártókban is érdemes gondolkodni. Nem például ez a Vidra, ami egy nagyon, szerintem nagyon érdekes darab lehet. Teljesen márkátlan wobblerek is. Én többször fogtam már úgy harcsát, hogy vendégemnél volt egy wobbler, éppen harcsát dobáltunk, próbáljuk ki, semmi írás nem volt rajta, de ahogy meghúzgáltuk, tök jónak tűnt, jó, olyan volt, hogy jó az úszása, szerintem meg lehet vagy fogni a halat. Azt sem tudtuk, milyen márka, mert nincs rajta semmilyen jelzés. Dobtam, leütötte, megfogta, és általában ezek nem véletlenek. Utána megpróbáljuk újra és újra, és akkor rájövünk, hogy hát ez egy jó wobbler. Nem tudjuk, azt sem tudjuk meg, hogy milyen márka, de fogja a halat és működik. Itt van nekem ez a nagyon nagy kedvencem, ami egy test foblerként került hozzám, még abból az időből, amikor a Spro Nevis gamakacsú teszthorgásza voltam, és hát látni, hogy ez aztán kapott. Hát ez egy test wobbler, egy semmi extra, úgy gondolnánk. Tehát annyira jó mozgása, annyira szereti a harcsa, hogy nagyon-nagyon sok szituációban megfogja a harcsát, nagyon sokszor kihúzott már a pácból. Hogy miért működik, nem tudom megmondani, egy ilyen billegő mozgása van. Van benne egy pici csörgő, nem is csörgő, hanem inkább kopogó hangja van, és imádja a harcsa, nagyon sok harcsát fogtam vele. Ezért mondom, hogy kísérletezzetek, próbáljátok meg olyan wobblereket is, amit úgy látod, hogy meghúzgálod a vízbe, és úgy látod, hogy jól mozog, nagy valószínűséggel a harcsának is tetszeni fog. Ami fontos az, hogy lassú bevontatásnál is jól mozogjon. Tehát amikor nagyon lassan tekered, és azt látod, hogy nagyon szépen megy a wobbler, az valószínűleg nyerő lesz. Ez harcsának is tetszeni fog. Úgyhogy kísérletezzetek, próbáljátok ki,
olyan wobblereket, amiket mások nem használnak is. Fogtok találni nagyon jó wobblereket, amik alkalmasak harcsapergetésre is. Na, hát ennyi fért bele ebbe a részbe. Nézzétek el nekem, hogyha néha dadogtam, vagy gyorsan beszéltem, vagy összefüggéstelenül beszéltem, fújt a szél, hullámzott a víz, vagy valami. Egyszerűen nagyon nehéz volt ezt az adást összehoznom nektek, mert folyamatosan jönnek a motorcsónakok, a jetskik, a vízisielők, tényleg olyan, mint hogyha fél Magyarország vízisportot kedvelő tömege itt lenne most Tokajban. Tehát nehéz volt, de remélem a célomat elértem, hogy megismertettem veletek azokat a wobblereket, amiket én használok, amikkel én már több harcsát is fogtam, és többször eredményesen tudom használni, alkalmazni, ez nem lehet véletlen. Használjátok ti is őket, próbáljátok ki, nem fogtok bennük csalódni, én ezt garantálom. Mivel ugye itt gyorsan elmondok egy-két típust, meg márkát, meg stb. Tudom, hogy ezt nagyon nehéz lekövetni, főleg úgy, ahogy én mondom, meg ahogy én hadalom, ezért le fogom írni majd a leírásba pontosan a márkákat és a típusokat, és akkor meg tudjátok keresni, ki tudjátok másolni, be tudjátok írni a Google keresőbe, rá tudtok keresni, és akkor meg tudjátok találni ezeket a gyártókat és ezeket a wobblereket és típusokat, és akkor hajrá, próbáljátok ki, görbüljön, fogjatok sok szép harcsát, hogyha tetszett ez az adás, akkor lájkoljátok, osszátok meg, nyugodtan, iratkozzatok fel a csatornámra, hogy ne maradjatok le a következő adásról sem, és látogassatok el a gaborszalai.hu-ra vagy a Facebook oldalamon, és nézzetek szét, ott is nagyon sok aktualitásról értesülhettek, és tartsatok velem legközelebb is, és pecázzatok sokat, sziasztok!